Hello mindenkinek! Egy újabb videót hoztam nektek. Hello, sziasztok! Ezt a kalapot, amit láttok a fejemen, ezt Mexikóból hoztuk, Rosaritóból, és mivel elérkeztünk ahhoz a dátumhoz, hogy pont egy évvel ezelőtt utaztunk ki Kaliforniába, úgy gondoltam néhány szösszenetet elmondok nektek, és egy újabb sminkes videóval is készülök nektek. Na szóval, látjátok ezt a csodálatos kalapot. Ez egy szobréró. És amikor kim voltunk Rosaritóba, ugye az Mexikóba van, akkor elvittek a barátaink minket egy ilyen kis étterembe, és az étterem után közvetlenül ilyen árusokkal találkoztunk. Amikor mindig meglátok egy ilyen bazárt, vagy ilyesmi gyereket, akkor mindig az az első, hogy teljes mértékig bele vetem magam, és minden érdekel, és mindig is szerettem egyébként ezeket az árusokat, főleg, hogy a mexikóiak különböző ékszereket készítettek, különböző ágytakarókat, szőnyegeket, felső ruházatokat, és tudjátok, hogy a karkötőm is, amit itt láttok, ugye ez is Rosaritóból van, tehát ezt is kézzel készítették egyébként ezt a kis karkötőszerűséget. Na most, amikor ugye megvásároltuk, akkor is nagyon nehezemre esett, hogy melyiket válasszam ki igazából, mert ugye annyi minden volt egyszerre, és tényleg így eszembe jut ilyenkor, hogy kinek is tudnám még esetleg ajándékozni, meg ki az olyan emberke, aki esetleg örülne neki, és tényleg magával ragadnak ezek a kis bazáros dolgok. Úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, és nagyon hálás vagyok, mert az a gondolat, hogy tényleg Mexikóba tavaly el tudtunk menni, főleg most ez az időszak, ami most ebben az évben van, sajnos ez már nem engedhette volna meg, hogy egy kicsit kimenjünk Mexikóba, a Rosarito bazárra, és vásároljunk dolgokat. Úgyhogy ezt úgy képzeljétek el, hogy ténylegesen Mexikóból hoztuk haza. Ennek is van egy külön története, ennek a kis szobrérónak, mert tudjuk azt, vagy aki már engem ismer, hogy amikor jövünk haza közvetlenül, és a tudat az, hogy ott hagyod Kaliforniát, Amerikát, és újra gépre kell ülnöd, és haza kell jönnöd, és így hirtelen ilyen hisztérika roham jött rám, és ugye hova teszed a kalapot, meg egyáltalán hova férne be tulajdonképpen, és fogtam, és simán így a nyakamba beletettem, és úgy képzeljétek el, hogy ugye mivel tele volt mind a két kezem cuccal, és ugye rajtam volt a kabát, minden szarság, egy idő után már úgy éreztem, hogy teljesen folyt megfele, úgyhogy... Hallottál a Csicsovszki krémről? Mindenki erről beszél és ezt használja. Micsoda? Csicsovszki krém? Igen. Kövi rózsa, jázmin, kollagén, aloe vera. Nagyon hatékony minden ember számára. Próbáld meg te is, megszereted és használod a mindennapokban. Szuper! Nekem is kell Csicsovszki krém. Keresd rá a csicsovszki.hu oldalán vagy telefonos elérhetőségünkön. Ilyenkor a kiakadási szinten volt. Csodálkoztam Lacikán, hogy tud elviselni, mert ilyenkor tényleg totál kiakadok, na mindegy. Szóval lényegében, amikor hoztuk haza ezt a csodálatos szobréró kalapot, akkor így hirtelen nem is jutott eszembe az, hogy hát örülnem kéne nem nyavajogni ott jobbra-balra, de hát abban a pillanatban ugye mindig rohanni kell hazafele. Na szóval így telt a hazamenetel a kis csodálatos szobrérómmal, remélem jól láttok,
és hát hirtelen ugye a bőség zavarába nem is tudtuk, hogy hirtelen melyiket válasszuk, és mivel hasonlóképpen ott Mexikóban is vannak olyan színek, ami egy jellegzetesség az adott városra vagy a falura, úgyhogy ebben a színekben pompázót választottuk, és a hálószobába, a hálószobát most ugye már akkor úgy alakítottuk ki, hogy közvetlen olyan helyre tudjuk tenni a szobrérót, ahol mindig is emlékezetes maradt számunkra, úgyhogy közvetlen fenn van a falon, csak most egy új ajtó lett a szobán, mármint kicseréltük, és ugye a közvetlen az ajtó fölé volt rakva a szobréró, úgyhogy most nem tudom, majd valami helyet ki kell találni. Hogyha lehetőségetek lesz egyszer eljutni Mexikóba, akkor érdemes az ilyen kis falucskákba elmászogatni, vagy elmászkálnotok, mert tényleg nagyon csodálatos. És tényleg egy örök emlék ebből a szempontból, mert tényleg azért mindent magába foglal, és ezekről a szobrírókról nekem mindig a három amigo jut eszembe, Dusty, Bottoms, Ned Niederländer, nem tudom már hogy volt, na meg az éneklő bokor. Szóval ezek a filmek mindig eszembe jutnak az ilyen szobrírós témáról, úgyhogy szerintem ezek tök szuperek, szuper dolgok. Egyébként, ami nagyon tetszett még Mexikóban, azt még nem is mondtam nektek, mert ugye hát nyilván csak elmész egy étterembe, csak megkóstolod az ottani kajákat, és hát ugye én egyből azt kérdeztem, hogy nem lehetne valami kis csirkét enni, vagy valami disznóhúst, de hát, na mindegy, szóval megkóstoltuk azokat a csípő szószokat, tudjátok, ilyen kis mártogatós szerűségben kaphatóak ezek a dolgok, szerintem nagyon-nagyon finomak voltak, meg tényleg elmondhatatlan emlék maradt számunkra, úgyhogy nagyon-nagyon csodálatos volt. Ja igen, még annyit, hogy ezek a emlékek tényleg olyan csodálatosak maradnak számomra, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy lehetőségünk volt eljutni ilyen helyekre, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, és mindig csodálatos emlékek maradnak, mindig csodás emlékként gondolok ezekre a dolgokra. Úgyhogy tényleg valami eszméletlen volt Rosaritóba ott állni a szikla tetején, és azt mondani, hogy Úristen, itt vagyok, hogy ez az óceán, és a mai napig csodálatos, és ezért örülök ezeknek a YouTube videóknak, amit évet szinte készítek, mert ugye ahova járunk, meg mászkálunk, ugye közvetlen meg tudom örökíteni, és annyira, de annyira örülök neki, hogy ezeket a pillanatokat is meg tudtam akkor örökíteni, hiszen igazából éves szinten, tehát évek elteltével milyen jó lesz ezeket a dolgokat visszanézni, és tényleg nagyon fantasztikus volt, és minden egyes alkalmat, amikor például Tijuana környékén mentünk át, amikor ugye reszketni kellett volna a félelemtől, sőt, még az ablakot sem nagyon húztam le, mert ott álltak fegyverrel az emberek, meg ilyesmi, úgyhogy ettől függetlenül végigmentünk ezeken a dolgokon, és tényleg érdekes dolgok, mert akkor azt hittem, hogy ilyen csak a filmekben van, és ugye látjuk azt, hogy hova halad a világ, mert ugye már itt Magyarországon, hogy ugye hazatértünk, itt is már sajnos előfordulhatnak ezek a negatív dolgok, de én azt tudom nektek is tanácsolni, hogy bízzatok magatokban, bízzatok a lehetőségekben, hogy tényleg minden rendben van, és nem érhet minket kudarc, tényleg fel a fejjel, gyerekek, és tényleg álmodozzunk együtt, hogy a továbbiakban is mennyi csodálatos hely van még a világon. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek ebben a videóban elmondani. Sziasztok!